Szavaztak az 13 BP transport, és most itt utazok az SGY-n, vagy olyan gáron, úgy is tudom leszekni, hogy SGY-984-re, ami egy moduló M168D a 196-án. Most sikerült kifogni azt, hogy ne legyenek túl sokan. Modulók közül itt egy se járt a 196-án, és ilyen szaggatott, vagy ilyen nyöszörgő hangja van, mint a tátráknak, a felújított tátráknak valamiért, meg a kárcsévéknek. Elvileg tömegközlekedés Budapesten is fel fog majd erre szállni. Na most az öges ellentéte van, mert odafele, vagy hát idefele a vásárcsanak fele 69-es villamos pótlóztam, és tömve volt a busz. Itt pedig alig vannak, pedig ez fordítva szokott lenni két végén. Még így hajnalban, nem ma, hanem még jóval korábban pótolt itt modul M108D, tehát az, arra ugye egy sétáján volt, hogy kijöjje. Erre most meg van. Vagy hát volt. Megérkezett időközben tömegközlekedés Budapesten is. A Gypsy Barber Shopból. Nem szálltak föl sokan amúgy a vásárcsarnoknál. Amúgy azt észrevetted, hogy
ennek ilyen szaggatott hangja van, mint a társadalmasnak, a felújítottaknak, meg a kertcsédéknek. Még elhallgass most csak. Tényleg, mi ez az ilyen? Hát valami rosszul van megcsinálva. Moduló logó, az most egy kocka, vagy egy levél. Egy mivel moduló. Igen, de hogyha én nem értettem el egyszerűen, valaki azt mondta, hogy kocka, aztán rájöttem, hogy tényleg lehet kocka is. Igen, amúgy. Mert 3D-s kocka, hát... Igen. Nincs, megy. PDB 703-mal jöttem eddig Vásárcsarnokhoz. Annak is volt valamilyen hangja, amikor így állt. Vagy hát nem hangja, hanem így rezgett, mint egy 405. Jóisten. Én nemrég ötössel a PDB 713-mal mentem végig Budáról a Vigyarákos Bolta felé. És ugye hátul öltünk valami most, de ugye az ott megvan magasítva. Igen. És annyira, mint egy hullámvasút olyan volt. Hát igen. De nem tudom, hogy ez most ez úgy baja, a plusz baja, vagy hogy minek a baja, de nagyon. Meg a Shift 015-ös, ott felpattantam a székből. De az FX 219-et hogy tudtál menni ezt, hogy ez? Úgyhogy a... Már ez a FIX 2019-et, úgyhogy az összes leszállás jelzőjel be volt cikszalagozva. Aztán, amikor volt kint a PPO 808-104-esen, így még a hosszú évvég előtt, akkor az volt, hogy tudtam menni az FIX 219-re, és már nem rázott. Akkor csináltak belé egy csillagítót. Csináltak belé. Meg a leszállás jelzőknél is leszették a vizéket, fixalagokat. Jó, gyorsan suhanunk. Ez eddig így nem volt jellemző, mindig ilyen csak szammogás volt ezzel. Meg a Shift 015-tel, amikor utáztam a 95-ösön, az is így nagyon rázott, hogy nagyon hangos volt. Bizamos pótolóról még nem készítettem videót, mert hát ugye sokan voltak. Én nem is fogok konnektót, mert unalmasak is. Unalmasak, de szerintem már egy még nem járt konnektó volt. Úgyhogy de az igaz. De én nem fogok azért kimenni. Meccsről megyek, Reac meccsre, nagyon komoly lesz, de... Budai 2. Igen. Amikor volt valamikor emlékfutás, akkor az ötös busz a Kossuth utcai irányában volt a szabályozás súli mellett, így terelték a fellelibrére, és akkor úgy. FKU 911, 196-os, ugye? Igen.
Na most nagyon sok választál. Szerintem meg kell végén a 196-án. Átszállítottak az N3-as metróra, a vasútra, valamint regionális és távolsági autóbuszokra. Az lenne a vicces, minden 121-esbe betennék. Itt is kevesen felszállnak föl, pedig ez is mindig itt el szabad lenni.
Kelenföld.